Nagy botrányt kavart egy éve a Mandulás ügye Pécsen. Erre a területre luxus lakóparkot akart építeni egy befektetői csoport. A baloldali önkormányzat először támogatta az elképzelést, majd a tiltakozások hatására elállt ettől. Most közösségi térré alakítható ez a terület pályázati forrásból. Ehhez ötletek kellenek, ezért találkozót szerveznek a volt kemping területére, mondja Pécs önkormányzati képviselő. Szombaton a Mandulásba várjuk egy piknikre azokat a kedves pécsi polgárokat, akik ötletekkel bírnak, hogy mit lenne érdemes ide építeni, és persze szakembereket is hívunk erre a beszélgetésre, akik azt is el tudják mondani, hogy megvalósíthatók azok az ötletek, vagy sem, természetvédelmi szempontból, infrastruktúra szempontból. Úgyhogy várunk szeretettel mindenkit a Mandulásba szombaton 10-kor, még egy jó gulyással is tudunk kedveskedni a végén, de a legfontosabb, hogy tényleg most egy alkalom teremtődik arra, hogy a pécsiek még mielőtt kitalálná bárki, hogy mi legyen ott, beleszólhassanak abba, hogy mit szeretnének, milyen közösségi funkciót. A városvezetés egy hónappal ezelőtt jelezte, hogy kiírnak majd egy lakossági ötletpályázatot. Ennek mennek elébe és gyűjtik össze az ötleteket, amit eljuttatnak az önkormányzathoz, mondja a képviselő.